Karácsony. A karácsony a szeretet ünnepe. A gyerekek azért is várják nagyon, mert a télapó ilyenkor hozza az ajándékokat. Sokan levelet is írnak neki. Vagy csak egyszerűen lerajzolják, mit szeretnének kapni. A kisebbeknek a szüleik, vagy nagyobb testvéreik is segíthetnek. De vajon hol lakik a télapó? Hova címezzük a levelet? A télapó Lapföldön él. Messze északon, ahol mindig esik a hó. Ő alaposan minden kívánságot elolvas, majd gondosan rendszerezi. És mindegyiket kivétel nélkül teljesíti. Egészen biztosak lehetünk. Az ajándékokat bármi nehézség ellenére elhozza. Amikor eljön december hónapja, a házak mind csodálatos fényekbe öltöznek. A családok pedig az otthon melegében készülnek az ünnepre. Mindenek előtt a karácsonyfa felállításával, amely lehet pici, vagy plafonig érő, mindig nagy mulatság feldíszíteni, ami aztán akár kint, a hóban való játékkal folytatódhat. Karácsony estéjének elérkeztével az ünnepi vacsora is elkészül, onnantól pedig igazán már csak egyet kell aludni, hogy a fa alatt megjelenjenek az ajándékok. A kíváncsiabb gyerekek persze nem tudják kivárni. Az ablakon keresztül lesik, mikor jön a télapó. Igazából sosem lehet tudni. Előfordulhat, hogy még szent este, de az is, hogy inkább másnap reggel. Bárhogyan is, mindig óriási öröm a karácsonyfához futni.
és megkezdeni az ajándékok kibontását. Megtudni, hogy vajon mit hozott nekünk idén a télapó.